Hintátic Gold is itt van a Hősadémia 7. évad első rész kritikájában. Hogy eltelt az idő, idén három éve kezdtem el az 5. évad kritika videóit ilyen hangon. Hintát egy Gold is itt lennék a Hősakadémia 5. évad kritikájánál. Ne. Szétromboltátok a kedvenc Sotó mémemet amikor a apjával. Ó, de hát most komolyan. Jó, nem tagadom aranyos hangom volt, meg ezek a videók is annyira jó érzéssel töltenek el. Na de vágjunk bele a részbe. Nézzük meg, hogy hogyan kezdődött el a hetedik évadja a Hős Akadémiának. Úgy kezdődik a rész, hogy Deku kimosta a ruháit, és kimegy az elkélet teregetni. Um lehet, rossz oldalon nyitotta meg a rész, vagy valami ez? olcsó filler Annie, mert ugyanolyan zöld hajú Kicsit kell. megijesztett a rész eleje, de aztán eléggé a lényegre tért a rész, a legviedebb után, és a menő opening után. És eljutott a usa a hír, hogy Shigeraki, akiről lehetett volna előnyösebb és nem elmosottabb képet lőni, és olfalván Japánt konkrétan megerőszakolta. Így megjelenik a csillogó és egyben nagyon nagy Style and Stripe, hogy segítsen Japán. Tényleg nagy ez a nő. Közben majd barlangban el elmondja a, a kormányinfót, hogy Mizu. Szerintem amúgy ennyire beindulva sose láttam a fót, hogy ilyen szenvedélyesen beszéljen valamiről. Pedig Style stripe ról beszél szóval itt. Szóval megértem amúgy a fót. A rész felénél szembe áll a felhők fel a sigerek és Stripe. ahogy már a rész fele hiányoznak a régi infós táblák, amikor a karakterekről megtudtuk, hogy hány évesek és milyen jellemzőket a tartalmaznak. Szóval hiányzik, hogy ezt kivették, hogy csak már a nevük szerepel rajta. Nem tudom, hogy ez miért így alakul, de most például nagyon jól lett volna a Skywalkból uh, egy ilyen kártya. A harc elég izgalmasan kezdődik, hiszen Sigeraki már nem is kap levegőt. És Skywalk képesség az új rend, azaz, ha megérint valamit, arra új szabályt fog vonatkoztatni. És most a levegőt szabályozta, hogy Shiger, aki körül megszűnjön egy csillag alakba. Aztán letepelte Sigereket is, egy új szabályt hozott létre, hogy ha elmozdul Shiger, akkor leáll a szíve. Ajja, ajj, hát ez nagyon romantikus. Ha elmozdul pont abból a pózból, ahol le van teperve, egy ilyen nő által, akkor leáll a szíve, megszakadt tőle a szíve. Viszont Sigi ugye nem Sigi teljesen, ez ott van benne afó, így Sigereki elkezdte igazából így magában ezt a kettőt így kevelni, és így hát igazából nem tudja, hogy még személyisége van most elől, így maga ez a Sigereki Tobura név is eléggé, hogy mondjam, nem fog működni az új rendnél, főleg, hogy igazából nem ez a igazi neve, hanem tudjuk, Sigereki elkezdte kélemezni, hogy mire is való Stripe képessége, de Stripe a levegőt arra használ. Által, hogy egy hatalmas formát öltsön, és lézerekkel konkrétan a Figerekit, akibe, hát nem sokára rakétákat lőnek, meg mindez, szóval nem tudom, mi lesz Figerekival, de szurkoljunk, hogy még túlélje ezt az első részt. Így ért véget a rész, elég izgalmas Ezt a hetedik hívattól, hogy az első részben már így kezdjék, már egyből a harcba, és már annak a fele is benne legyen, szóval ne örülök, hogy tényleg ez egy tömör évad lesz, és nem fogunk kapni ilyen, ilyen beszélgetős részeket, hogy Deku még eldönti, hogy ah, is vagyok megint a jó ébe, úristen, megint bőgtem, mint egy masina, de érted? Az animáció is szép volt, most már vonatkoztassunk el a kékéktől, örökké, ezt már meg kell szokni. És amúgy sztár néha úgy nézett ki a rész folyamán, mintha egy kicsit ilyen képregényesen lenne ábrázolva. Nem tudom, hogy ez direkt van-e, vagy csak én látom bele, de olyan, mintha egy kicsit a képregény vonalat követnék, hiszen USA karakter, mondva, ha úgy veszük Supermanről, vagy hát ilyen karakterekről lett is ábrázolva, meg látok benne hasonlóságot, hogy ilyen képregényes vonalat el akarnak kapni nála. Viszont ez is tetszett benne, szóval köszönöm szépen a figyelmet, ez lett volna a hősök, Alem a 7. évad első része.